Az előző videóban megnéztük, hogy milyen fontos jellemzői vannak az SSD meghajtóknak. Ugye volt szó az írás, illetve olvasási sebességről, illetve hogy másodpercenként hány műveletet tudnak elvégezni. Ugyanakkor ezen kívül van még egy fontos jellemzőjük, ez pedig az élettartam. Az élettartam a hagyományos merevlemezeknél tulajdonképpen ilyen kifejezett formában nincsen jelen, hiszen ezek működnek, ameddig működnek, vagy ameddig garancia van a működésükre, de az SSD-k esetében van egy meghatározott élettartam, amit hát aztán vagy tud tartani, vagy nem. Nyilván a garancia időn belül azért azt kéne tudnia. Hát akkor nézzük, hogy hogyan kell értelmezni ezt az élettartamot. Az SSD-kről azt kell tudni, hogy ezek tulajdonképpen memóriák és memóriacellákból épülnek fel. A memóriacellák egy bizonyos számú művelet végzését viselik el, aztán működésképtelenné válnak. Ez a művelet tulajdonképpen az, hogy a memóriacellába valamilyen új adat kerül, vagy éppen a meglévő módosul, bár ez ebben az esetben ugyanaz, mint hogyha új adat kerülne rá. Ezt bizonyos számú alkalommal képesek elviselni a memóriacellák. Hogy pontosan ez mennyi, az attól függ, hogy milyen típusú SSD meghajtóról van szó. Tulajdonképpen három félével lehet találkozni, az SLC, az MLC és a TLC. Hát az SLC az eléggé drága, ezt úgy az átlag felhasználók nem igen szokták használni az ára miatt, hanem az MLC, illetve a TLC, ami szóba jöhet. Ez a táblázat tulajdonképpen magáért beszél, úgy gondolom, nagyon nem is magyaráznám. Az MLC az, ami talán a legelterjedtebb jelenleg, de terjednek a TLC típusú SSD meghajtók is. Mint az látható, az SLC típusú SSD meghajtó képes elviselni a legtöbb írást, illetve törlést. Aztán az MLC, aztán pedig a TLC. Itt a legrosszabb esetben jelenleg ilyen 1000 körül van ez az érték, de akár terjedhet 5000-ig is. Azt azért figyelembe kell venni, hogy az SSD-k is folyamatosan fejlődnek, tehát elképzelhető, hogy amikor ezt a videót nézed, akkor ezek az értékek már nem igazán lesznek aktuálisak. De hát jelenleg valahogy ezek így alakulnak. Egyébként itt látható, hogy az elfogadható ár az MLC-hez van írva, míg a legolcsóbb a TLC-hez. Ez azért van, mert az MLC típusú SSD meghajtók, memóriák, azok ugyanakkor a területen nagyobb mennyiségű adatot képesek tárolni, míg a TLC típusúak még több adatot képesek tárolni ugyanakkor a méretű helyen. Ebből következik az is, hogy a TLC típusú SSD meghajtók a legkisebb méretűek, illetve hát azokból készíthetőek a legkisebb méretű SSD meghajtók. De akkor mit jelent ez a gyakorlatban? Nézzük meg. Mondjuk most egy olyan TLC típusú SSD-t néznénk meg példaképpen, amely a legrosszabb értékkel rendelkezik az élettartam kapcsán, tehát összesen 1000 alkalommal tudjuk új tartalommal ellátni az SSD meghajtó minden egyes memória celláját. Nézzük akkor, mit jelent ez a gyakorlatban. Ahogy ezt mondtam, az SSD-k meghatározott számú írást és törlést viselnek el. Ilyen írás műveletnek minősül például az, hogyha letöltünk valamit az internetről, és akkor az adott fáj darabkái valahol elhelyezkednek az SSD meghajtón, illetve hát az SSD memórián. De tulajdonképpen akármilyen műveletet végzünk, az vagy írással, vagy pedig olvasással jár az SSD meghajtón is, akár csak egy merevlemezen. Az SSD-k esetében van egy ilyen mérőszám, ami jelzi, hogy még mennyi van vissza az adott SSD meghajtó életéből, amit VRAT-nak szokás nevezni. Hogyha valamilyen erre alkalmas programmal megnézed, akkor az ki fogja jelezni, hogy az SSD életéből, élettartamából még mennyi van vissza, általában ezt csökkenő százalékkal szokták jelezni. És akkor itt van egy ilyen konkrét példa, van nekünk, tegyük fel, egy 120 GB-os SSD meghajtónk, és az nyilván változó, hogy ki mennyi műveletet végez a számítógépével, tehát mennyi adat kerül írásra az adott SSD meghajtóra, de úgy átlagosan a legnagyobb többség valószínűleg 15 GB-nál többet nem szokott. Nyilván ebből következik az is, hogy az SSD meghajtókra nem szoktunk ilyen több 10 GB-os fájlokat átmásolgatni, meg műveleteket végezni vele, mert az eléggé le tudná rövidíteni az élettartamát. Ez a 15 GB egy ilyen reális átlagos értéknek mondható. Nyilván ennél lehet több, lehet kevesebb is. Esetemben például 30 GB annál a gépnél, amit a legtöbbet használok minden nap. De maradjon ez a 15,
mert ez egy ilyen átlagnak mondható. Tehát, hogyha van nekünk egy 120 GB-os SSD meghajtónk, azt elosztjuk 15-tel, akkor azt kapjuk. Összesen 8 nap alatt történik írás minden memóriacellába egyszer. És ugye arról volt szó, hogy minden memóriacella 1000-szer írható, tehát 1000-szer látható el valamilyen új tartalommal. Azért osztjuk el 8-al, mert ugye mondtam, hogy az SSD az úgy működik, hogy minden egyes cellát azonos mértékben terhel, tehát azonos mértékben ír minden egyes cellába adatot. Ennek érdekében az egyébként olyan cellák tartalmát is változtatja, amik amúgy állandóak lennének, tehát olyan adatot tárolnak, amik nem változnak rendszeresen. Ez azt jelenti, hogyha 8 nap alatt történik írás minden egyes memória cellába, akkor 8 szorozva 1000-rel, mert ugye 1000-szer írható minden egyes memória cella, akkor ez 8000 napot jelent. Amit kiszámoljuk 8000 osztva 365-tel, akkor ez több mint 20 év, míg ez az 1000 írási művelet megtörténik. Ugyanakkor ehhez még egy dolgot hozzá kell számítani, amit a VR levelünknek neveznek. Ez az az írás, amikor az SSD az egyébként állandó statikus adatokat átmozgatja egyik cellából a másikba. Ez automatikusan történik, és ez is eredményez némi írási műveletet, de még hogyha ezt a 20 évet megfelezzük, még akkor is 10 év, de hogyha mondjuk 7 évet számolunk, még az is bőségesen elég, hiszen 7 év alatt bőven elavulttá válik egyébként is maga az SSD is. Tehát, hogyha nem is használódik el, igazából akkor is már célszerű cserélni. Tehát úgy igazán nem hiszem, hogy nagyon aggódni kellene a manapság kapható SSD-k élettartama miatt. Illetve itt a legrosszabb esetet vettem figyelembe, az MLC típusú SSD-k esetén jóval több írást elviselnek a memóriacellák, de valójában a TLC típusú SSD-k esetén is ez egy eléggé változó érték. Tehát az ezer a legrosszabb eset tulajdonképpen. Aki biztosra akar menni, az pedig akár választhat MLC típusú SSD-t is. Viszont amit mindenképpen célszerű figyelembe venni, ugye itt a példában volt egy 120 GB-os SSD meghajtó, amire, hogyha napi 15 GB írás történik, akkor 8 nap alatt történik minden egyes memóriacellába írás, tehát kerül új adat. De mi történik abban az esetben, hogyha ez nem 120, hanem mondjuk 240 GB-os? Hát akkor már is érezhető, hogy 240 osztva 15-tel, hát az ugye pont kétszerese, az 16. Tehát 16 nap alatt történik írás minden memória cellába egyszer. Vagyis 16x 1000, ami 16000 nap. És az ugye már akkor 40 év, míg megtörténik az 1000 írási művelet. Tehát, hogy odafigyelünk arra, hogy azért olyan méretű SSD-t válasszunk, ami nem éppen hogy csak elég, tehát hogyha mondjuk nekünk a rendszer partíció, tehát amin a Windows van, az például 60 GB programokkal mindennel együtt, akkor nem feltétlen célszerű például egy 80 GB-os SSD-t venni. Nem tudom, hogy egyébként van-e pont ekkora, de a példa kedvéért jó lesz. Tehát akkor ebben az esetben nem biztos, hogy 20 GB-tal nagyobbat érdemes venni, hanem mondjuk egy inkább egy 100 GB-osat, vagy esetleg 120-asat. És akkor gyakorlatilag kétszer akkora az SSD-nk mérete, majdnem, mint amennyi adat lenne rajta. Így ebből következik, hogy az egyes cellák ritkábban kerülnek írásra, ami által az élettartama természetesen megnövekszik. Tehát a méretre mindenféleképpen oda kell figyelni, nem célszerű olyan méretű SSD-t választani, ami éppen hogy csak elég. Hogyha nem is kétszer akkora, de mondjuk legalább egy olyan 50-60%-kal nagyobb méretűt célszerű azért választani. Az, hogy pontosan milyen SSD-t vegyünk, hát igazából erre azért úgy nehéz válaszolni, már csak azért is, mert az SSD még mindig egy fejlődő technológia. Tehát ami jó volt fél éve, az már lehet, hogy egy kicsit elavult jelen pillanatban, vagy egy éve. Az árukereső.hu-n esetleg célszerű nézelődni, hogy melyik SSD-kre van sok értékelés, és milyen értékelés, illetve hát a különféle paramétereket célszerű megnézni, ugye, hogy milyen sebességre képes,
valamint hogy másodpercenként hány műveletet tud elvégezni. Meg a természetesen a gigabyte-ra levetített ára az szintén meghatározó lehet, illetve a garancia, mert láthatunk 3 év garanciával, meg 5 év garanciával is SSD meghajtókat. Tehát úgy igazán konkrétan ezt nem nagyon lehet megmondani valójában, hogy miért érdemes venni. Hát esetleg azt, hogy célszerű egy ismertebb gyártót választani, vagy a kinézett típusra például a Google-ben rákeresni, hogy milyen tesztek, milyen értékelések vannak róla. Hát akkor ennyit az SSD-kről.